Köszöntöm a kedves hallgatókat, valamint a Pont Televízió nézőit, 33 11 24 24, radiokukac.mezőtúr.com, facebook.com/pontrádió, illetve van természetesen a tévénknek is elérhetősége, ptv.kukac.mezőtúr.com, valamint a Facebookon is tessenek minket követni, illetve ránézni oldalunkra. Itt van műsorvezető társam Herbály Kálmán, szervusz Kálmán! Igen, itt vagyok, szervusz kedves senki, kedves csokolom a kedves hallgatóknak és a televízió nézőknek, és nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. És köszöntjük és mai vendégünket. Leginkább köszöntjük mai vendégünket természetesen, Szarvas Koppány Bendegúz urat. Örülök, hogy itt lehetek, és köszöntöm én is a hallgatókat és a nézőket. Köszönjük mi is. Aki nem más, mint a Szolnok megye 4-es választókerületének DK-s képviselőjelöltje. Jól mondtuk ezt a dolgot, kedves Koppány? Jászlóskon Szolnok megye 4-es választókerület. Így igaz. Hát, kedves Koppány, a kedves nézőknek és a rádióhallgatóknak el kell áruljuk, hogy itt gyorsan mi összetegeződtünk a műsor előtt, mert eddig ismerettségünk elég rövid keletű volt, hiszen most találkoztunk egy pár perccel ezelőtt, de egy nagyon szimpatikus fiatal embert ismertünk meg benned, de szeretném minden esetre, hogyha itt egy pár mondatban bemutatkoznál a televízió nézőknek és a rádióhallgatóknak, ki Szarvas Koppány Bendegúz? Szarvas Koppány Bendegúz leginkább egy nyugton maradni képtelen 21 éves egyetemista. Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi tanulmányok szakára járok, hogy visszaváltsak első szemébe, és mindig is érdekelt a közélet meg a politika. Szerettem volna az országnak a sorsát jobbá fordítani, alakítani. Ezért fiatalkoromtól kezdve errefelé mozogtam, és a Demokratikus Koalícióban annak alapításától, már pártalakulásától kezdve részt vállaltam, tehát ott voltam a 2011-es október 22-i találkozón, ahol bejelentett Gyurcsány Ferenc elnök úr, hogy pártalakul a Demokratikus Koalíció, akkor még platform ugye, és a kezdetektől fogva dolgoztam a pártban, a pártnak a pártért, és eleinte csak, idézőjelben csak az ifjúsági szervezetet vezettem, ugye az Ifjú Demokraták nevezetű szervezetet, ami a DK-val szövetséges ifjúsági szervezet, azt szervezem most is még mellékesen, és aztán ősszel a DK kongresszusán bejelentésre került, hogy én vagyok a DK országgyűlési jelöltje a 2014-es választásokon, a Jászlóskun Szolnok megye 4. számú választókerületében, ami ugye Törökszent Miklós, Mezőtúr, Kunszentmártin és Tiszaföldvárnak a környéke. Érdekes választókerület, három nagyobb várossal, meg még néhány közepesen nagyvárossal, és sok apróbb tanyával és faluval. Összesen 23 település van, és nagy területen, tehát izgalmas lesz mindenhova eljutni. Feltett szándékom egyébként, hogy mindegyik településen járjak legalább egyszer, minél több emberrel ismerkedjek meg, hiszen az ő érdekeiket fogom képviselni a parlamentben, hogyha sikerrel járok 2014-ben, tavasszal. Igen, hát ezt nagyon szépen köszönöm, és hát amennyiben így lesz, akkor valóban az ő érdekeiket kell képviselned, és azt el kell, hogy mondjam, hogy sajnos véleményem szerint lesz is mit képviselni, hiszen ez a terület, aminek a képviselő jelöltje lettél, illetve vagy. Ez azt hiszem, hogy rászorul mindenféle olyan támogatásra, amelyet egy jó kormányzati politika tudna leginkább szolgálni, mert sajnos nagyon sok probléma van itt ebben a körzetben. Szeretném azt megkérdezni, hogy te, illetve a DK-n, mert hiszem mindegyik kérdés most már azt hiszem nem csak a te személyedben, hanem a Demokratikus Koalíciónak is szól. Mit láttok legproblémásabbnak, akár ebben a körzetben, te személy szerint, illetve a Demokratikus Koalíció országos szinten? Alapvetően ugye az országos problémáknak vannak általában helyi leágazása itt is, ami például a munkahiány, munkanélküliség, illetve az, hogy még akik dolgoznak, azok is nehezen jönnek ki. Ugye régebben még az ember nyugdíj megtakarítást tudott félretenni, ma már inkább sárga csekket tesz félre.
Ez jó, igen. Ezt már hallottam egy pár szó, de egy igen, nem jó szöveg. Igen, én is elgondolkodtam, hogy hol olvastam, vagy hallottam. Szóval az a legnagyobb probléma, legeslegeslegnagyobb, hogy nem igazán, hogy nincsen munkahely, nincsen jövőkép, és nem is igazán néz ki úgy, hogy jobbá akarna fordulni a helyzet, annak ellenére, hogy hatalmas összegeket költ a kormány propagandára, amik azt magyarázzák, hogy Magyarország jobban teljesít, ami hát az emberek a saját bőrükön érzik, hogy egyébként meg nem is hazugság. Ráadásul a kormány ezeket a problémákat pökhendien kezeli, az embereket egymásnak ugrasztja, mindegyik társadalmi csoportot, és a leginkább az elesetteket pedig megteszi bűnbaknak, például a rokkantakat, vagy éppen az is jellemző volt, amikor a pedagógusok a pedagógus életpályamodell elmaradása, meg a fizetésemelés elmaradása miatt, ami azóta megtörtént részben, úgyhogy egyébként megemelték az óraszámot is. Tehát akkor Hoffmann Rózsának volt ez az ikonikus kijelentése, hogy nem konyakot kéne rendelni, amíg ők a hajót próbálják kormányozni. Tehát ugyanez a lenézés tapasztalható mindenhol. Ezért is mondom, hogy jó lenne változtatásképpen a választópolgárokat képviselni a parlamentben, és nem a pártot képviselni itt a választópolgárok előtt, amikor valaki országgyűlési képviselő lesz. Ez egyik probléma. Másik a fiatalok elvándorlása, ami összefügg azzal, hogy nincsen munkahely, meg összefügg azzal is egyébként, hogy azért ugyan absztrakt fogalom például, amikor az Alkotmánybíróság jogköréről beszélünk, tehát kevésbé van közel az egyszerű állampolgárokhoz, de amikor például már ott tartunk, hogy megélhetést vesznek el trafikmutyi keretében, vagy földmutyi keretében, vagy éppen most már a patika és a tökörék szövetkezet kerül sorra, akkor már az embereknek a saját megélhetéséről van szó, teljes bizonytalanság van, és nem érzik úgy az emberek, hogy volna értelme megtakarítani, akár befektetni, akár vállalkozni sem, ami ugye megint összefügg azzal, hogy nincsen munkahely, mert nincsenek vállalkozók, nem települnek ide cégek, teljes a külső bizalmatlansága az országgal szemben, és belül is egyébként az a probléma, hogy nincsen meg az a bizalom, amit a kormányzat iránt érezhetne az ember, hogy megőrzi a jogbiztonságot, amit hivatott lenne védeni a kormány, mivel jelenleg azt rombolja leginkább. Azok után, hogy egy hanyag sukló mozdulattal lenyúlta a teljes magánnyugdíjpénztár megtakarítást, azaz majdnem a teljes, mert van néhány ellenálló, aki nem hagyta, de szóval azzal, hogy ezt lenyúlta a kormány, elindított egy olyan folyamatot, hogy most már senkinek nincsen sehol biztonságban a pénze, hiszen ki tudja, hogy mikor kerül sor a bankbetétekre. Hát a tranzakciós adóval már azt csapolják. Jaj, kedves képviselő, hogy előtt úr, kedves Koppány, ezt azt hiszem, hogy talán finoman kezeljük, mert én ritkán szoktam egyébként ebben a műsorunk, ez a tabuk nélkül itt végül is nagyjából majdnem következmények nélkül lehet bármit mondani, de a bankbetétek és a bankszektornak a biztonsága az egy nagyon fontos tényező, gazdasági tényező, tehát hogy a jóisten őrizzen meg attól, nem valószínű egyébként, hogy Mezit úrral ebből a műsorból indul majd el ennek a hírláncolata, hogy itt a bankbetéteket majd le fogja nyúlni az éppen aktuális kormány, legyen az akár a mostani, vagy a következő, vagy ami már volt, és visszakívánkozik. Tehát úgy érzem, hogy az kellően biztonságban van, gondolom ebben egyetérthetünk. Ezt gondolom, hogy inkább egy politikusi túlzásnak hagy tekintsen, jó? Mert ez egy olyan drámai helyzetet okozna, amelyet egyikünk sem kívánna ebben az országban. Legyen az akár ellenzéki, akár pedig kormánypárti politikus. Mérsékelten túlzás, de egyébként egyáltalán nem lehetetlen, ugyanis az a helyzet, hogy a magánnyugdíjpénztárak államosításával az állam, a kormány belenyúlt egy magánszerződésbe, amit az állampolgár kötött a nyugdíjbiztosítóval, amihez a kormánynak normális esetben semmi köze nem lenne. Tehát azért az állammal is, hiszen a harmadik szereplője ennek a szerződésnek az állam volt a maga 2%-ával, vagy 4-jel, most ebben nem tudjuk, mindegy. De szóval szerződésekbe nyújt bele, ugyanígy. És az a helyzet, hogy valóban ez egy nagyon végső eset, de bármikor megtehetik, hiszen azt mondják, hogy a kétharmad felhatalmazta őket erre, ami egyébként nem igaz, mert nem erre hatalmazta fel őket a kétharmad, ha egyáltalán bármire is felhatalmazta őket, azon kívül, hogy ne ők legyenek az elmúlt 8 év. A bólogatásom egyébként arra szólt, hogy valóban a kétharmad felhatalmazta őket, kvázi bármire, mert egy kétharmaddal egy olyan kormányzat, amelynek az elmúlt 4 évben, 3,5 évben tanulói voltunk, valóban meg tudott szavazni úgy egy nap alatt, és akármilyen súlyú törvényeket, hogy
hogy egyszerűen csak néztünk, hogy ott sem vita, sem hatástanulmány, sem szakértőkkel egyeztetés, sem az érdekképviseletekkel egyeztetés nem történt meg. De ezt hozta a választás eredménye. És ebben a választásnak észre nem vagyok képes megkerülni, és mindenféleképpen beszélni fogunk majd erről majd később. Nagy szerepe volt azt hiszem a baloldal, hát nevezzük az, hogy kevés sikerrel jár utolsó kormányzásának. És ez kapcsolódik a kérdésem, kedves Kopány, áruld el nekem kérlek, hogy miért pont a TK? Hiszen a választás lehetett volna más is, korodból fakadóan éppen akár egy másik párt, nem akarom megnevezni őket, de sokkal inkább a fiatalok másfelé orientálódnak, nem pedig a baloldal felé. Mondjuk, hogy a baloldal felé ne orientálódnának a fiatalok, az azért nem feltétlenül van így, bár ugye hát általánosan az a helyzet, hogy inkább baloldaliak szoktak lenni a fiatalok. Magyarországon ez egy furcsa helyzet, hiszen volt egy... És a baloldaliság szerinted a forradalmisággal, a fiatalos lendülettel legyen értékű? A baloldaliság inkább a szolidaritás eszméjével. Nem csak azzal, de a szolidaritás eszméjével, és szerintem, hát magamból indulok ki, én ugye magamat inkább liberálisnak vallom, ami klasszikus értelem. Ez most kapaszkodj, meg itt két liberális beszélget ezek szerint, akkor egymás lesz, egy öreg liberális, meg egy fiatal liberális. Na nézzük, mi a különbség kettőnk között. Az a helyzet, hogy viszont ami baloldaliság van bennem, az onnan ered, hogy nekem van egy nagyon erős igazságérzetem. Ez igaz. És egyszerűen nem szeretem, hogyha igazságtalanság történik a világban. Szerintem a fiatalokban ez az igazságérzet, meg némi idealizmus benne van fiatalkorokban, és ezért van az, hogy inkább a baloldal felé hajlanak, mert hogy a baloldal az elhivatottabb azban, hogy a világban levő igazságtalanságokat kezelje és lehetőleg megoldja. Míg a jobb oldal bizonyos kérdésekben nehéz itt most jól mondani, meg politikailag korrektan, mert ugye vannak konzervatívok is a DK-ban, és nem akarom most őket megsérteni, vagy leszólni, tehát úgy próbálom elmondani, hogy ne tűnjön úgy, mintha konzervatívokat szidnem, de tehát a jobb oldal az inkább természetesnek veszi, hogy vannak egyenlőtlenségek a világban. Mert mind, tehát vannak ugye tehetségesek és kevésbé tehetségesek, meg vannak okosak, kevésbé okosak, tehát ezek születési különbségek. A baloldal meg azt gondolja, hogy még több embernek kell minél több lehetőséget adni. Egyébként a kettő összeegyeztethető természetesen, jelenleg pláne, hiszen a baloldalnak itt most az a feladata, hogy egyáltalán egyenlő esélyeket teremtsen még mindenkinek, ami most nincsen. Tehát az a baloldalnak a feladata, hogy a születés, ha senkit ne predesztináljon arra, hogy az legyen ami, hogy bárki lehessen pápai szegény gyerekből, és akkor most az a beszélek, akár miniszterelnök is. Az az érdekes, ugye, hogy például Gyurcsány Ferenc egy olyan közös lakásból, vagy lakásból indult, ahol lavorban fürödtek, és mosdó az a folyosó végén volt. És innen jutott el kemény tanulással odáig, hogy először egy sikeres üzletember lett, aztán pedig utána a politikai pályára lépett, és miniszterelnök lett. Egyébként hasonló életutat járt be Orbán Viktor is, hiszen ő felcsúton kezdte, nagyon szegény családban, és ő is, hát ő egyből politikus lett, tehát ugye előbb lett politikus, aztán lett gazdag, de szóval politikus lett, és miniszterelnök lett belőle is. Ezt a fajta társadalmi mobilitást feladata a baloldalnak biztosítani és fenntartani, és ezt a mostani úgynevezett jobb oldal, nem hívnám azt jobb oldalnak, amit a Fidesz képvisel, mert az messze nem jobb oldal, az a klasszikus értelmében. Tehát a jobb oldal az az állam szerepét csökkenti, és minél kevesebbet szól bele abba, hogy az állampolgárok hogy költsék a pénzüket, gondolok itt arra, hogy kevesebb adót és kevesebb újraelosztást támogatna. Ha megnézzük a Fideszt, folyton azt kommunikálja, hogy az állam a jó gazda, meg államosít, amit tud, és ráadásul még újabb adónemeket is vezet, bár 30 fölött járunk már, tehát ugye 40-et is elértük, kiszámolja. Tehát azt gondolom, hogy ez a fajta, visszatérve az eredeti indulóponthoz, a baloldaliság az a fiataloknál emiatt tud népszerűbb lenni. Itt Magyarországon az a helyzet, hogy mintha ciki lenne baloldalinak lenni, hiszen volt egy 50 éves kommunista diktatúra,
hát szocialista, létező szocializmus, nevezhetjük bárhogy magát kommunistának nevező diktatúra, ami a fiatalok körében népszerűtlenné tette a baloldali eszméket, miközben például ugye voltam előző fél évben Törökországban, és ott május 1-én főleg fiatalok vonulnak fel a baloldali szervezetekkel. Tehát ez egy teljesen természetes dolog. Az is benne van egyébként, hogy a mostani magyar fiatalok felmérések alapján sokkal normakövetőbbek, mint a korábbi korosztályok. Tehát inkább elfogadják a szüleiknek az értékrendjét. Ezért is van az, hogy valóban itt Magyarországon kevésbé népszerű a baloldal jelenleg, ami egyébként nem is tett túl sokat azért, hogy megszeretesse magát. Tehát az a helyzet, hogy én azt érzékelem az elmúlt 20 évből, hogy a baloldali pártok, hát leginkább az MSZP-nek van egy ilyen bocsánat, hogy élünk hozzáállása a dolgokhoz. Nem mer keményen fellépni és magát megalkuvás nélkül következetesen képviselni. Ebben is látom azt, hogy miért tudom támogatni a DK-t, amelyik nem szokott álláspontot változtatni csak azért, mert az éppen népszerűtlenebb a többiek előtt, és aztán ez a következetesség meg is hozza a gyümölcsét. És hát ez egyébként benne volt az összedi beszédben is, hogy visszahozni a baloldalnak a hitét, hogy nem kell megijedni Orbán Viktortól, nem így mondta, de azért mégiscsak szalonképesebben mondom el most. És az is benne van, hogy tanulja meg a baloldal magát a világhoz mérni, és ne a jobb oldalhoz. Tehát jó lenne, hogyha a magyar baloldal az nem igazodna a kommunikációban sem a Fideszhez, például akár a gyurcsányozással. Mert ugye azt mondja a Fidesz, hogy Gyurcsány hiteltelen az ember, és a baloldal meg ebbe belenyugszik. Ahelyett, hogy inkább összezárna, és azt mondaná, hogy már pedig nem. Bocsáss meg, Kopány, szóba kell, bele kell vágnom a szavadba, ugyanis nagyon messze elkanyarodtunk az eredeti kérdéstől, és én szeretném ezt, ami azt hiszem, hogy nem csak engem, a kedves nézőket és hallgatókat is igazán érdekli, ugyanis a meglátásod az teljesen megegyezik az ilyen véleményemmel, meg gondolom még nagyon sok néző véleményével ez a bizonyos baloldaliság, jobboldaliság és annak a képviselete. Hiszen általában a politikai életben a baloldal az akinek éppen az állam szerepét, mint hogy te mondtad, egy bizonyos paternalista gazdaság szemléletet kellene éppen hogy képviselnie, és a jobb oldala az, akinek ugye klasszikus formátumban inkább a keresztényi értékrendet, a nemzeti értékrendet, azt a bizonyos állam visszavonulását, mint olyat, és a család, az egyén szerepét kellene képviselni, és teljesen egyetértünk a meglátásoddal, most éppen a fordított eseményeket látjuk most jelen pillanatban Magyarországon. Nos, de ez még önmagában nem jelent semmit, mert hát kérem, hát ez van. Mindentől kezdve szét tudjuk tárni a karunkat, és csak nézni itt bele a vakvilágba. De kedves Kopány, az a lényeg, hogy amit említettél a fiatalokkal, és azért örülök végül is, hogy találkoztunk mi ketten, és hogy tudunk egymással beszélgetni, hogy egy 21 éves fiatalember, végre látok olyan 21 éves fiatalembert, akinek azok az értékek, amelyek általában később szoktak beérni, és én ezt látom, azok többet számítanak, mint az olyan látszat és talmi, elnézést, hogy én így ilyen véleménnyel vagyok erről, látszat és talmi, és ugyanakkor gyorsabban sikert hozó dolgok. Akár egy bizonyos, igen, egy bizonyos szimbolikára is gondolhatunk pontosan, és te tudod azt, hogy én mire gondolok, vagy feltételezed, hogy mire gondolok. Tehát ami egy közelebb hozná, tehát könnyebben tud sikert elérni, hogyha mondjuk Árpád-sávos zászlóval lobogtatva vonul, és ordítja azt, amit éppen aktuális. Tehát a te utad, az úgy érzem, hogy mindenféleképpen hosszabb, és semmiképpen nem népszerűbb út. És hogy mégis ezt választottad, ez nekem egy szimpatikus dolog. És innen következik a következő kérdésem, hogy milyen viszonyt érzel te személy szerint, tehát most ez neked szól ez a kérdés, a többi Magyarországon szereplő párttal kapcsolatban. Azt hiszem a Fidesszel való viszonyt azt már kellően kiértékeltük. Egyébként én úgy vagyok vele, hogy már az, hogyha valaki szavaz egy pártra, már az önmagában egy értékes, egy fontos dolog, tehát még egy Fidesz szavazót is
Fidesz szavazót is szívesebben veszek, vagy nem tudom, hogy elmondani úgy, hogy ne nézzen le nézően, de szerintem még az is jobb, ha valaki a Fideszre szavaz, mint hogyha nem szavazna. Teljesen egyetértünk, nagyon jól gondolod. Tehát a többi párttal kapcsolatban úgy gondolom, hogy egyébként ugye felemlegetted a baloldalnak a paternalizmusát és az etatizmusát, én pont ezt nem kedvelem annyira a baloldalban. Azért is örülök, hogy a DK egyébként egy balközép párt, mert itt helye van liberálisoknak és szociáldemokratáknak és konzervatívoknak is, nekem mint ugye liberálisnak, és az helyzet egyébként, hogy a paternalizmusból most már elég is volt, itt Magyarországon volt már elég etatizmus, jó lenne, hogyha most már tényleg lenne az a piacgazdaság, amiről beszélünk. Szidják az emberek a kapitalizmust úgy, hogy Magyarországon még nem is volt valódi kapitalizmus, mert mindig is nagy volt az állami beavatkozás. Ez egy elvadult formája, azt hiszem, a kapitalizmusnak. Hogy kérdezzek közben, szerinted miért lehet az, hogy az emberek bizonyos fokú, hogy mondjam ezt neked, tehát ilyen vezérszerepet szeretnek látni? Akár végigvehetnénk a választásokat, a születésed előtt még Antal József volt ugye egy személyben az önmagában megjelenítő vezető, és nem vegyük végig a választásokat, ugye Horn Gyula a következő kormánynál, Orbán Viktor a következő kormányával, és azután mindenhol egy személy jelent meg, és az emberek egy személyhez szeretik kötni a vágyaikat, mert végülis a szavazás az nem más, mint vágyak és az ígéretek elfogadása, illetve elutasítása. Ez szerinted miért lehet? Miért van az emberekben benne ez a vezérszemlélet? Ez egyébként, hát a vezérszemlélet... Ha egyáltalán benne van, hangsúlyozom, mert... Egyébként az egy teljesen természetes dolog, hogy az emberek személyekre szavaznak és személyeket támogatnak. Hát a Egyesült Államokban is például Obama és McCain küzdött egymással, hanem a demokrata és a republikánus párt. Így van. Németországban is Merkelre szavaznak az emberek, és nem a pártjára. A Franciaországban, Sárközi vagy Holland, tehát ez máshol is így van. Nem itt van a probléma, hanem ott, hogyha az emberek kritika nélkül fanatikusan követik a vezért. Én ezért beszéltem vezérekről. Igen. Ez igaz, tehát csak azt is vegyük bele, hogy az nem probléma, hogyha egy emberre szavaznak, és személy personifikálva van a politika, hiszen ez egy teljesen normális dolog. Szó, személyes, ugye, személyen megjelenítve, ugye? Igen, az emberek ugye arra, tehát amikor valaki szavaz, akkor azért akar szavazni, hogy az érdekeit képviseljék. És tehát az érdekeit emberek képviselik, és nem pártprogramok, nem papírok. Tehát ő, amikor szavaz, akkor azt várja el, hogy az, akire szavaz, és itt kezdődik, hogy akire szavaz, az érte dolgozzon, és hozza létre azokat a kereteket, amiben ő élhet. Ugye aztán ezek a keretek mennyire tágak, az is egy kérdés. Tehát jó lenne, hogyha az emberek nem azért szavaznának valakire, hogy az teremtse munkahelyet, hanem azért szavaznának valakire, hogy az gondoskodjon róla, hogy őket békén hagyják, és nyugodtan tudják maguknak munkahelyet teremteni, mert az állam az nem tud munkahelyet teremteni például, tehát otthon családi körben anyám gyakran felemlegeti, hogy mennyire utálja azt a szót, hogy munkahelyet teremteni, ahogy teremtünk kézrátétellel, így megsokszorozzuk a munkahelyet. Üdvözlöm, édesanyám! Köszönöm! Most így belegondoltam, hogy integetek neki, hogy szia mama, de az már nagyon amatőrség lenne. De jó, fiú, jól. Igen. Bocsáss meg, Koppányid, ha lehet is Frankére agyízzek egy picit. Vigyük ezt egy picit tovább, kérlek, ezt a gondolatot, mert ez valóban érdekel engem, ez az államnak ez a munkahely teremtése. Majd utána beszélünk egy kicsit a konkrétumokról is, de talán még ezt megelőzően, kérlek, az előző gondolatot, menetet zárjuk le. Mert hiszen már mondom is, nagyon sokat kinyitottunk, de most nem baj, most mindjárt egyet legalább lezárunk, jó? Mégpedig a következő nagyon jó mondatod volt, köszönöm. Vettem. Tehát tudom, hogy a DK és azon belül is Gyurcsány Ferenc, és most egy picit megkarcoljuk az úgynevezett nagypolitikát, de éppen hogy csak egyelőre, Gyurcsány Ferenc is szeretné, hogyha egy személy jelenítené meg a mai ellenzéki pártokat, és azon belül is egy tömörülés. Na jó, vágjunk akkor bele, beszéljük meg ezt, amit úgy érzem, hogy nagyon sokan, többeket érdekel, hiszen ma jár le egy olyan határidő, amit éppen Gyurcsány Ferenc ajánlatában szerepelt a mai 10. időpont. És területleg Bokros Lajos javasolta egy videó. Igen, akkor teljesen, akkor maradjunk, akkor csak támogatta ezt, tehát vagy Bokros
vagy a Gyurcsány, de maradjuk, akkor elfogadom, akkor Bokros és Sevas volt ezt a tizedikét. Milyen esélyt látsz arra, kérlek, képviselőjelölt úr, hogy, hogy ez, a, ez az összefogás, amit nem kertelek neked, én már hónapok is, és már több alkalmam volt beszélgetni, alkalmunk volt Franki barátommal beszélgetni képviselőjelöltekkel, akkor elmondtunk, hogy úgy érezzük, mert hiszen a közhangulatból mi is tudunk valamiféle merítkezést végezni. Tehát mi is úgy érezzük, hogy az ellenzéknek, aki ellenzéki pártoknak mindenféleképpen az összefogásával kellene megjeleníteni, mert hiszen akárhogy nézzük, a Fidesz egy komoly erő, egy komoly támogatottsággal bíró erő ma is, mai nap is. És bocsáss meg, hogyha itt már ennél a gondolatnál egy picit, és akkor az együtt, meg a segíts kérlek, az MSZP azzal foglalkozik, hogy éppen most Fletó hogy kelt föl. Tehát ez olyan gyerekes és olyan nevetséges, és nem akarok más jelzőket alkalmazni erre, amely már magában hordozza, sőt, azt mondom neked, hogy előre vetíti a vereség minden egyes kritériumát. Rosszul vagy jól látom, és jól látják még, akik így gondolják. Jól látod, a választópolgárok is jól látják, csak én azért mégis azt kell, hogy visszafogottan fogalmazzak az MSZP-ről és az E14-ről, hiszen potenciális szövetségeseimről van szó, miközben hasonló érzéseim vannak irántuk, mint nektek. Már most így beszélek hozzád, meg a választópolgárokhoz. Csak éppen ugye a politikusoknak van egy olyan felelőssége, hogy ezeknek az érzéseknek nem adhatnak szabad folyást, és nem küldhetik el egymást Facebookon a Csillagba vagy a Lipótra. Az a helyzet, hogy ugye ez az összefogás kényszer, ez azért azt tegyük helyre, hogy az összefogásra azért van szükség, mivel gyakorlatilag a választási rendszer kényszerítik, hiszen egyfordulós a választási rendszer, tehát nem lehet a két forduló között visszalépegetni. Hát egyeztetéseket. Igen, tehát senkinek nem lenne ilyen összefogás kényszere és sürgetése, hogyha lenne egy második forduló, mert akkor a két forduló között leülnénk és megbeszélnénk gyorsan, hogy ki érted. De nincsen, ezért kell előtte összefogni, és ezért van szükség teljes összefogásra. Annál is inkább, mivel a választási rendszerben az is benne van, hogy az egyéni körzetek a döntőek, és az egyéni körzetekben egyszerű többséggel lehet nyerni. Hogyha öten indulnak, és az egyik jelölt 24%-ot ér el, a többi meg 19-et, és ez most valószínűleg nem jött ki matematikailag, de egyébként nem sokat tévedtél, jó, nevezzük. Kijön. Szerintem igen. Pont kijön. Igen, 24. Nem véletlen, Corvinus, ugye? Tehát ékar, szóval... Oké. Okay. Szóval, hogy tehát úgy is lehet gyakorlatilag többséget szerezni, hiszen 106 egyéni körzet van, hogy csak 24% szavaz az adott pártra. És még úgyis többséget, viszont ezt a rendszert ellene is tudjuk fordítani a Fidesznek, hogyha mindegyik választókerületben egy közös ellenzéki jelölt indul az összes demokratikus pártnak az irány, a támogatásával, mert akkor viszont... Akkor viszont 51%-kal akkor lehet nyerni a körzetet. Igen, hát 51 vagy éppen, 33, hiszen a Jobbik is indít mindenhol. Jaj, bocsánat, már is feledkeztem itt egy másik, harmadik erőről, igaz? Igen. Harmadik erő. Jó. Meg az LMP is indít, jó. Ugye? Hát most elér, amennyit elér, de mégis csak. Jó Isten, mik jönnek itt még elő? Valóban, tényleg egyébként igazad van, és nekem ezek nem jutottak eszembe, ez is jelent valamit. Az a helyzet, hogy valószínűleg jó sokan fognak indítani jelöltet, tehát Szilikaton is bejelentette, hogy pártot indít, 106 egyéni, tehát mindegyik egyéni körzetben indít pártot és listát is fog indítani, hiszen kap érte 500 millió forintot. Mert ugye az is benne van, hogy a Fidesz megkönnyítette nagyon az egyéni indulást, hiszen csak 100 támogató aláírás kell összegyűjteni a 700 kopott adott cédula helyett. És tehát, ha meg lesz a 106 körzetben 27 egyéni jelöltjük, ugye, jól tudom, akkor országos lista és az 500 millió elszámolás nélkül. Az 500 szerintem az a 106 körzethez kell, tehát így attól a függően, hogy... A 106 kell, bocsánat, igen, tehát, hogy a, igen, 27-ért kevesebb jár, az is szép summa, és abból is el lehet tenni valamennyit, hogyha az ember hosszámlát ügyesen. De szóval nagyon, tehát itt most nagyon sok pénzzel támogatja a Fidesz azokat. Tehát ezzel is az a célja, ugye, hogy aprózza az ellenzéket. Meg egyébként, nem tudom, hallottál-e róla, a Független Kisgazdapárt és a MIÉP közösen indulnak a választásokon, tehát ők is indítanak mindenhol. A MIÉP még létezik? Papíron.
És egyébként a Munkáspárt is fog indítani. Hát abban kettő is van egyébként, hát van ugye a Magyar Szocialista és a Munkáspárt, az a Türmer féle ortodox kommunista, meg a Vajna Attila féle Munkáspárt 2006. Na, akkor itt most egy picikét megállunk, mert hogyha itt most mind a 200 pártot, ami Magyarországon működik, azt ti felsoroljátok, én pedig csak itt nézek, mint boci az Újkapura, akkor én is nagyon rosszul fogom érezni magam, tehát tételezzük fel azt az ideális esetet, hogy indul három jelölt, plusz meg még a sallang mondjuk, ez legyen így, és akkor mégis az egyéni körzetben lehet, úgy érzem, valóban a 33 és még valamennyi kis szavazattal nyerni, ugye? Igen. Tehát a... itt tartottunk. És akkor az egyéni körzetek megnyerésével sokkal jobb esélye van annak, hogy a parlamenti többséget is meg lehet szerezni, és éppen ez a Fidesz taktikájának a hátránya, és az egyetlen sebezhető pontja, ha jól értem, ugye? Jól gondolom, Kopány? Igen. És az országos listán, hiszen az országos lista megindítéséhez sokkal több szavazat szükséges. Akár egy listás mandátum megszerzéséhez, akár 100, sőt 100 000-nél több szavazat kell, igaz? Igen, ezért mondják egyébként, hogy határon túliak nem is fognak csak meghatározó szerepet játszolni. Egyébként majd szeretném, hogyha már néhány szót váltanánk majd később erről a témáról is. Jó, tehát ott tartottunk, hogy ez a hátulütője a Fidesz taktikájának, és ezt próbáljátok meg akkor valamilyen módon. Igen, egy összefogással kellene kihasználni, ugye? Igen, tehát itt tartunk most. Ez egy politikai szükségszerűség. Valószínűleg, hogyha ez nem lenne, hát akkor külön kampányolna a DK és az MSZP is az együtt is, ha egyáltalán lett volna együtt párt, ami ugye ernyőszervezetnek indult. És teljesen rendben is lenne, csak most nem ez a helyzet és nem ez a kényszer. És az a helyzet, hogy a DK ezzel a kényszerrel tisztában van, és már több mint 2 éve alakult meg a párt, és 2 éve a tőlünk megszokott következetességgel mondjuk azt, hogy összefogásra van szükség, amiben beleveszünk mindenkit, aki elkötelezett a demokrácia és a piacgazdaság helyreállítása mellett, és az a helyzet, hogy mi ennek érdekében mindent meg is teszünk. Az összes képviselőjelöltünk aláírt egy nyilatkozatot, hogy szükség esetén visszalép a közös jelölt javára bármikor, bárhol, bármelyik közös jelöltnek, ha megegyezünk. Gyurcsány Ferenc pedig még tavaly, ugye az éjségsztrájknál azt hiszem ott jelentette be, bár már lehet, hogy hamarabb, de szóval bejelentette, hogy miniszterelnöknek nem is akar indulni, nincsenek ilyen ambíciói, tehát legalább csak ketten küzdtek érte akkor éppen, hogy ki legyen a közös jelölt, és most meg már arról is beszél, hogy ha az lenne a siker akadálya, pedig nem az, ha az lenne a siker akadálya, hogy ő ne legyen rajta közös listán, akkor ő nem ragaszkodik ahhoz, hogy rajta legyen. Ennél több személyes ambíció feladást, mint amit a DK megtett, szerintem nem is lehet, és egyik párt sem tett meg hasonlót sem. Tehát mi mindent megtettünk, és most arra várunk, hogy hasonló hozzáállással álljanak hozzá a potenciális szövetségeseink. Teljesen náluk van a labda. És az a helyzet, hogy ugye a DK az jelenleg ugye már mérések alapján is elérni az 5-6%-ot, de van az több is, tehát hallottam ilyen telefonhívásról, hogy felhívták a DK központját, hogy megkeresett a közvélemény kutató, hogy melyik pártra szavaznék, bemondtam, hogy csak a Fidesz, de valójában veletek vagyok, hajrá Feri. Tehát rengeteg olyan szavazó van, mint 2002-ben, aki nem meri elmondani a megkeresésnek, hogy kire szavazna, tehát valójában reális a... tehát 7-10% között bárhol elhelyezkedhet a DK. Na most 10%-kal 12 mandátumot kapunk listáról. 12 listás mandátumot szerintem egyébként nem is akar megadni az MSZP és az E14, tehát gyakorlatilag, hogyha mi egy közös listán szerepelnénk, meg belennénk az összefogásban, nagyon valószínű, hogy még kevesebb mandátumhoz is jutnánk, mint hogyha külön indulnánk, és még ennek ellenére is az összefogás mellett vagyunk. Úgyhogy mondom, tehát pártként jobban járnánk, ha külön indulnánk. Csak az a helyzet, hogy az ország a számunkra fontosabb, mint a pártérdek, és mindkettő fontosabb, mint az egyéni ambíció. Tehát ott tartunk, hogy jelenleg nekünk tiszta lelkiismeretünk, és hogyha a másik két párt, az MSZP és az E14 nem vesz be minket az együttműködésbe, akkor nem velünk szúrnak ki, hanem sajnos az országgal. És az a helyzet, hogy ezt magyarázhatjuk hosszasan, persze úgy, hogy ne sértődjenek meg, mert vigyázni kell arra, hogy ugye a szövetségeseinket ne korholjuk túlzottan erőteljesen, mert már ugye október 23-án is volt egy sértődés,
ami... Igen, ezek a beszédek kapcsán, ugye, ami... Meg az összefogáskondás, hogy állítólag a DK meghekkelte volna, tehát és akkor itt most mondom a kamerába, hogy én nem hekkelte meg a DK az október 23-ai tüntetést. Mert... Kocsás, meg én viszont a szemtanúkkal beszéltem, sőt a fültanúkkal, akik ott voltak ezen a rendezvényen, és a saját fülükkel hallották ezt, és nincs szükség rá, hogy megerősítsem a te állításod, sem pedig a Gyurcsány Ferenc állítását, de a saját fülükkel hallották azt, hogy a téren valóban jobbról, balról, teljesen össze nem egyeztethető módon, de az összefogást című rigmus kezdték el, nem is egyszerre az emberek, de skandálni. Tehát így megszervezni, én ezt a szót hagy használjam, egy rendezvényt, úgy gondolom, nem lehet. Igen, tehát valószínűleg. És köszönöm, Koppány, egyébként, hogy a következő kérdésemet azt lelőtted, és jól tetted, mert ez egy nagyon sarkalatos kérdés. Ugyanis a kérdésem az lett volna, hogy itt valamennyien tudjuk azt, hogy itt az egyeztetésnek a végén valaminek kell lennie. Tehát így nem maradhat a dolog. Erre mondjuk van egy klasszikus mondás, hogyha ilyen barátaim vannak, akkor már nincs is szükségem ellenségre. De ezt csak zárójelben mondtam természetesen, és kifejezetten rossz májúan. A visszalépésről van szó. Magadnak. Én köszönöm szépen, igen, én megengedhetem magamnak. Hát, hogy mit engedhetek, és mit nem, ez majd ki fog derülni később. A visszalépés. Ez egy nagyon korrekt dolog, és így tisztelem igazán a szándékodat, hogy ezt te tudod. Tehát úgy kell küzdelmet folytatnod, úgy kell az emberek előtt megjelenned, úgy kell elmondani mindazt, amit, hogy mit jelent Szarvas Koppány Vendégúz, mint ember, hogy közben tudod, hogy van egy aláírt nyilatkozatod, hogy megegyezés esetén te fejet hajtasz és visszább lépsz. Így van? Igen. De ennek ellenére is végig fogom csinálni a kampányt, hiszen azért a listára kell a szavazat, hogyha külön lista lesz. Jó, meg értelek, úgy korrekt, értem. Hogy mint egy amerikai előválasztásnál, és ugye azután, hogy kiderült, hogy ki lesz az elnök jelölt, az összes többi jelölt, az beállt mögé és támogatta. És ugye Hillary Clinton a korábbi ellenfel Obamának támogatta végig a kampányban, és aztán lett a külügyminiszter. Tehát ha feltételezzük, hogy Szolnok megye 4-es választókörzetében sikerül ilyen megállapodást kötni, akkor elképzelhető az, hogy valamelyik másik párt jelöltje mögé állva támogatta az ő kampányát is. Nem föladva de akkor saját, már ő lesz a közös jelölt, de nem, természetesen csak akkor világos, megegyezés után ezért mondtam, de nem föladva természetesen a DK-s arculatot, hiszen a pártlistának mindenképpen szükség van, hogyha marad ez a listás megoldás, de annyi sok minden elképzelhető. Te, Koppány, szerinted miért kellett ezt ilyen bonyolultan tenni? Én erre a megosztottságra gondolok. Tehát nekem ez annyira fáj, komolyan mondom, mintha késsel hasigatnák a lelkemet, hogy miért van ez? Hát ennyire valóban magyarok vagyunk, hogy biztos, hogy ennyire széjjel kell húznunk, ennyire nem tudunk megegyezni, ennyire egy rendezvényen nem tudunk együtt megjelenni, ennyire nem tudunk elfogadni állításokat, ennyire kétségbe kell vonnunk egymás szabad hihetőségét. Tehát nagyon jól beszél és nagyon visszafogottan nyilatkoztál a potenciális ellenfelekről, mert hiszen tudod jól, hogy egy ilyen keményebb elszólás után azt lehet mondani, hogy na, ezért nincs megegyezés. Nem tart már itt ez a baloldal véleményed szerint, hogy már ebben a stációban vannak? Ugyanis ha már olyan kemény dolgokat hallottam, azt hiszem az MSZP frakcióvezető, meg nem mondom, hogy kiről van most éppen szó, vagy frakcióvezető helyettesétől, hogy semmiféle, hogy nem lehet ultimátumot adni egy ekkora baloldali pártnak. Én nekem a kisegér meséje jut eszembe. Gondolom ezt te is tudod, amikor nagyapó, nagyanyú, stb. Húzza ki a répát, ez egy orosz népmese egyébként, és akkor a végén egy kisegérre van szükség, aki a végén megrántja az egészet, és zsupszakkal jön ki a répe. De most nem, mint hogyha a DK-t kisegérnek tartanám, ne legyen sértődés, de megint csak azt kell, hogy mondjam és megismételjem, hogy szükség van minden erőre. Hát, és ezt nem látják? Benne ott? Van egyébként az a mitosz is, ami mitosz, hogy Gyurcsány Ferenc többet vinne, mint amennyit hoz, amit egyébként semmilyen közvéleménykutatás nem támaszt alá, az ellenkezőjét viszont annál inkább. Ha jól tudom, de nem a legnépszerűbb politikusok közé tartozik Gyurcsány Ferenc személyében. Ki tartozik Bahodon a legnépszerűbb politikusok közé? Tehát a legnépszerűbb politikus Magyarországon Áder János. Ő is azért, mert ő a köztársaság jelenik. Hát igen, valószínűleg nem jelenik meg nagyjából, csak ahol éppen protokoll események vannak. Tehát igen. Egyáltalán, hogy köztársaság jelnökök mindig az élen végeztek. Igen, meg az elődje Schmidtnál is azért úgy valamelyest könnyebb. Ugye minden relatív. Hát maradjunk abban, hogy feledhető ez az előttség, de ez nem érdekes. Igen? Az a helyzet, hogy benne van ez a
mitosz. Egyébként ki a legnépszerűbb baloldali politikus most? Egyébként úgy tudom, hogy most Mesterházi Attila ráadásul. Igen? De ez még régen változik, néztem. Ugye? Igen. Jó. Az helyzet, hogy ebben benne van egyébként az is, hogy ugye úgy mérik a népszerűséget, hogy egy 0 és 100 közötti skálán kell behatárolni, és az a helyzet, hogy ugye megkérdezik a baloldali politikusokra a jobboldali fideszes szavazókat is, és a fideszes szavazó az Gyurcsány Ferencnek 0 pontot ad, 0 és 1 között. Igen. A többiek nem viszont, tehát Bajnai Gordonnak adnak akár 10 pontot is. És így van az, hogy Bajnai Gordon egy kicsit kevésbé népszerűtlen Gyurcsány Ferencnél, azért, mert azok, akik egyébként úgyse szavaznak egyikőkre se, azok megengedőbbek vele szemben. Tehát konkrétan azért népszerű Bajnai Gordon Gyurcsány Ferencnél, mert a jobbikosok Bajnai Gordon csak másodiknak lőnék a Dunába. Leginkább. Most ez hát egy durva köszönöm, kép. Ez az volt, tehát maradjunk abban, hogy nem lő senkit sehová, mert az egy nagyon butaság, és a történelemben volt olyan, hogy valakik valahová lőttek embereket, történetesen a Dunába, úgyhogy nem fognak. Azon nem gondolkodtál még. Van azért az óhaj. Én ezt nem tudom megítélni, de hát mintha érzékelnék én is valami hasonló dolgot. Nem gondolkodtál azon, kedves Kopány, hogy Gyurcsány Ferenc mégsem ok nélkül tartozik a nem az élvonalba, hanem inkább a közép, vagy inkább a sereghajtó közé, hiszen ő egy karakteres politikus. Megoszt. Egyet el nem lehet tőle vitatni, hogy egy karakteres politikus rendkívül szimpatikus tulajdonságokkal rendelkezik. Nekem nagyon-nagyon szimpatikus volt, találkoztunk még annó valamikor személyesen is, és egy nagyon kedves, azt kell, hogy mondjam, hogy kedves embert ismertem meg benne, de nagyon szimpatikus dolog volt, hogy miniszterelnöki fizetéséből egy fillért nem vett föl, vagy egy forintot, nem tudom pontosan hová, vagy jótékonysági célra utalt át egyből. Tehát ezek mind olyan dolgok, amit egy politikusnak nem szabadna elfelejteni, és amit mostanában egyébként nem is hallok róla. De volt itt egy esemény, amire már te is utaltál, és ezért is akarom szóba hozni, ez az Összödi beszéd. Amelyről nagyon jól tudom, hogy ez egy fölfújt, félreértelmezett. Szerintem, aki most 100 emberből, aki szídja az Összödi beszéd miatt, 100-ból 99 el sem olvasta, csak azt a 3 mondatot, amit ebből kiragadtak, a szajkózza. Igen, körülbelül. Tehát ez így nem jó. Ez így nem jó, de megtörtént. Ez a stigma ezen az emberen sajnos rajta maradt. Ez hogyan lehet ettől megszabadulni, vagy hogyan lehet ezzel együtt élni? Én nagyon jól tudom egyébként, és aki egyszer elolvasta ezt a beszédet, akkor tudja, hogy ez egy szenvedélyes, a társaihoz, a képviselő társaihoz szóló belső egyeztetés volt, nevezzük ennek, amelyben arról beszélt, hogy most már vége az egész totyogásnak, végre kell hajtani a reformokat, vége van a pénzosztogatásnak, mert nem állunk jól, és most nem akarnám tovább folytatni ezeket a dolgokat, és persze közben elítélhető kifejezéseket használt, amik nem voltak szerencsések. Ez tagadhatatlanul így van. De az Összödi beszéd az én olvasatomban például így néz ki. És mégis rajta maradt ezen az emberen, és lehet, hogy egy életre megpocsékolta, megsemmisítette a politikai pályafutását. És itt kanyarodunk vissza a baloldalnak a kommunikációjához, mert... Amely rendkívül gyenge. Az is benne van egyébként, hogy mekkora ellenszélben kell dolgozni. Ez teljesen igaz, de akkor is gyenge. Valóban, de az a helyzet, hogy itt van az, hogy azt mondják, hogy hiteltelen, mert egyszerűen nem mernek szembe menni, markánsan szembe menni azzal, amit a Fidesz minden csatornán sugároz, és ez nem csak itt van jelen, és az a durva, hogy nem csak a bal oldalon, az MSZP-ben, nekem is mondta már valaki, hogy ne használjam a második keresztnevem, a Bendegúzt, ugye, mert teljes nevem Szarvas Kormány Bendegúz, mert az a jobb oldalon volt divat egy időben, hogy 2 keresztnevet adnak, hogy 3 neveznek. És én ez nagyon hülyeség, bocsáss meg, elnézést, én nekem ez a Bendegúz egy nagyon-nagyon szimpatikus név. Ugye tudjuk, nagyon nem olyan régen halt meg. Igen, a segítolvasztó Imre, ugye, aki neki számomra a leghíresebb Bendegúz volt, közvetlen utánad, tehát innentől kezdve még van példaképed, akit követhetsz. Na mindegy, egyébként a legfontosabb, az idola Vakterház is kaptam a nevet, és van is
benne valami. Tényleg? Gratulálok. És ha belgondolsz, van az a jelenet, amikor Vendegúz letegezi a Lősbanyát, az meg visszaszól, hogy ne tegez, és akkor Vendegúztól gyakorlatilag hallhatunk egy politikai statementet, hogy én az egyenlőség barátja vagyok, ezt kijelentem ország és világ előtt. Ez nagyon jó. Mindig tudtok újat mondani ebből a művből. Szuper. Persze, egyébként nagyon jó az a film. Mondják egyébként, hogy hasonlítok rá, mert hát apám egyszer ezt úgy elemezte, hogy Vendegúznak az a probléma, hogy egyenrangú félként kezeli a felnőtteket, és nekem is megvan ez a rossz szokásom. Uh-huh. Szerintem a kor nem érdem csak állapot, és... És ez óvodás korodban is így volt már? Inkább 12 éves koromban. Értem, tehát korábban kezdődött a lázadó kor, de ez nem baj. Az az érdekes, egyébként annyira nem lázadó volt, csak egyszerűen nem... Tehát nem voltam hajlandó valakinek a... Tehát igen, nem néztem a kort, és az a helyzet, hogy ez egyébként 12 évesen még nagyon aranyos volt, aztán 16 évesen a szemtelenségnek tűnt sokak szemében. Igen. Mert most már így volt. Igen, és ezért is jó egyébként, hogy a DK-ban vagyok, ahol beszélhetek tegeződve 50-60-70 éves emberekkel is, mert sokkal könnyebb úgy egyenragú partnerként kezelni a másikat, hogyha ezen nem sértődik meg. Sőt, érvelni is sokkal könnyebb tegeződős formában. Pontosan így igaz. Kedves Kopány, maradjunk egy picit ennél, és nem a történetennél. Igen, hol tartottunk? Ott tartottunk, hogy a Gyurcsány Ferencnek az összedi beszéde hogyan nyomta rá esetleg a politikai pályafutására az egyszer is mindenkorra. Igen, tehát a három nevezésnél csak azt akartam elmondani, hogy már pedig, hogyha azt mondj, tehát hogyha belemegyünk abba, hogy nem használjuk a második keresztnevet, mert a jobb oldal szokta használni, akkor mi lesz a következő? Tehát, hogyha a jobb oldal... Hogyha nekik akarunk minden áron megfelelni, és nem pedig saját magunknak. Igen, hogyha a jobb oldal virslit iszik, akkor mi nem eszünk többet virslit. Tehát, vagy ugyanez. Tehát, és ez itt egy probléma, hogy ezt hagyjuk. Hogy hagyjuk, hogy lenyúljanak szavakat, kisajátítsanak. Ennél azt hiszem, hogy talán egy picivel komolyabb dolgokról is szó volt. Nagyon köszönöm, hogy ezt is szóba hoztad, és szerettem volna megkérdezni tőled, és talán elsőként azt a bizonyos 16 pont, amely a Gyurcsány Ferenc, illetve a DK előlépett, és amit kisajátított a jobb oldal, az a számomra, mint liberális ember számára, az éppen a nemzeti érzelet, a magyarság tudat, az, hogy ha valaki, nagy Isten, ha liberális, vagy ha DK-s, vagy ha balos, vagy ha akármilyenes, az már legfinomabb megfogalmazásban is hazáruló. Neked mi a véleményed erről a politikai morálról, és egyáltalán erről a témakörről? Hát az, hogy egyszerűen nemzeti öngyilkosság kirekeszteni a nemzet egyik felét azért, mert az más, mint mi. Miközben ugye szeretjük idézni Szent István intelmeit, a Gyurcsány Ferenc gyakran idézi a fórumain, hogy az egynyelvű és egyszokás ország gyenge és esendő. Tehát sokan vagyunk és sokfélek. És az is benne van egyébként, hogy az a vicces, nem tudom, találkoztál már ezzel, hogy a jobb oldal meg azt mondja, hogy mi meg úgy rekesztjük ki őket, hogy azt mondjuk, hogy nem demokraták. Így van. Csak hogy tehát a demokratának van egy objektív kritériuma, hogy nem rekeszt ki más. Tehát ott kezdődik. Tehát a róka fogta csuk a helyzetben. Hát a demokrata az nem hazaárulóz. És aki, vagy legalábbis politikai célból nem. És aki hazaárulóz, akkor az így... Az meg nem lehet demokrata. Igen. Mi meg lehetünk úgy a nemzet tagjai, hogy máshogy nézzük a dolgokat. És egyébként az érdekes, hogy például, ugye engem gyakran szembesítenek azzal, hogy én, mivel én kirekesztő vagyok, mert lenácizom ezt, azt, miközben egyébként például szoktam differenciálni. Tehát nem tartom nácinak Orbán Viktort, sok mindennek, de annak nem. És nem tartom demokratának sem. De például valamiért az LMP-vel is van véleménykülönbségünk, és őket se szoktuk le nem demokratázni, tehát azért mégiscsak van itt valami differencia, hogyha egyszerűen nem mindegyik politikai ellenfelünket hívjuk nem demokratának. Tehát az a helyzet, hogy kedves jobboldaliak, ez nálatok politikai eszköz, nálunk meg egy morális kategória. És azt tudom mondani, hogy ebben következetesek is vagyunk, következetesnek kell lenni, viszont arra figyelek, hogy ez tényleg ne legyen, tényleg ez is egy kalapács, mint a hazaárulózás. Azzal pedig egyébként, hogy hazaárulóznak, hát sok mindent nem lehet kezdeni, mert most visszahazaárulózunk, az nem sokat segít. Bár egyébként az vicces, amikor néha kitelepülésnél jönnek a jobbikos meg fideszes nénik, bácsik ott
hepciáskodni, és akkor így azt mondom, hogy maga kommunista. És így néznek rám, hogy hogy van ez? Nem maguk a kommunisták? És szóval ilyen módon lehet elválaszolni, de ezzel csak legfeljebb a lelkünk nyugszik. Meg ezt nem tudunk megcsinálni, mint elviselni, és reménykedni abban, hogy a következő politikai következő generáció politikai kultúrája majd jobb lesz. Erre egyébként vannak kezdeményezések. Fiatalok gyakran megpróbálnak összehozni ilyen csoportokat, ahol különféle nézetű fiatalok találkoznak és beszélnek egymással. És egyébként megvan az a furcsa hatása a személyes találkozónak, hogyha az ember találkozik egy szemtől szembe beszél valakivel, akkor kiderül, hogy az nem is az a zsidó bérenc hazáról, vagy nem is az a elborult náci, akinek gondolja. Ezt lehet egyébként csinálni, de ez egy kommunikációs fogás, és szerintem ez a kommunikációs fogás, ez pont nem az, amit vissza kéne sajátítani a jobb oldalról, tehát aki hazárulózik, az magát minősíti. Ebben teljesen egyetértünk, úgy érzem, hogy talán inkább azt mondom, hogy ebben is teljesen egyetértünk. Amiből viszont nem értünk egyet, Koppány, és ebben segíts kérlek, úgy érzem, hogy nem csak az én gondolkodásomat segíteni, hanem talán a nézőkét is. Még eddig nem is vert igazán nagy port föl, de majd ezután fog igazán nagy port fölverni. A 16 pontból az a bizonyos vatikáni szerződés fölbontása, amely Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úrnak a javaslatai között szerepelt. Kérlek szépen, beszéljünk erről. Ugyanis tudjuk, ez a vatikáni szerződés végül is arról szól, nagyjából is leegyszerűsítve, hogy valamennyien tudjuk, hogy képben legyünk, hogy a Magyarországon működő egyházak, amely már most egy picikét csökkent ugye az egyházak szűkülésével, de bizonyos támogatást kapnak az államtól. Ez különböző mértékű, az 1%-on túl is, és ezért bizonyos hitéleti tevékenységet, oktatási, egészségügyi, szociális tevékenységet folytatnak. Nagyjából én nekem ennyit jelent ez a szerződés, amelyet csak zárójelbe jegyzem meg, Horn Gyula kötött meg egyébként. Igen, tehát most a jobb oldal egy szerződést. És most ezt akarom fölbontani. Egyébként a vatikáni szerződésben csak a pénzügyi támogatás van meg, tehát az örökjáradék az egyházaknak, azért cserébe ugye, hogy amit a kommunisták kisajátítottak, tehát ez egy ilyen cserébe... Ingatlanokat? Igen. Uh-huh. Meg tehát az egyéb vagyont, föld vagyon, ez is ingatlan, de szóval ezekért cserébe kárpótlás. Szerint, és az azért, hogy ezt a vatikáni szerződést ugye nem is tehát hallottam már ilyen érveléseket, olvastam pont most egy blogot, hogy szerződést így ne bontsunk már fel, mert nem tesz jót a hitelünknek, hogyha csak egy oldalon felmondok egy szerződést, tehát ezt tárgyalás útján kell megbeszélni, hogy inkább akkor most már egybe fizessük vissza a kárpótlást az egyházaknak, leírva azt a 23 éven keresztüli támogatást, amit kapott. És ehhez jön még hozzá a hitéleti támogatás, teljesen külön, tehát ez ettől független, amit viszont egy az egyben megszüntetne a demokratikus koalíció, ugyanis hát először is hozzátartozik, hogy a DK az nem egy antiklerikális párt. Tehát a demokratikus koalíció az segített megmenteni Iványi Gábor nevével fémjezett metodista egyházat attól, hogy leminősítsék nem egyházával, nem is tudom. Tehát az is abszurd egyébként, hogy a kormány vagy az állam így kegyként, tehát ezt megmondták a KDNP-sek, hogy kegyként osztja az egyházi státuszt. Milyen alapon mondja meg a kormány, hogy mi egyház és mi nem. Azért lenne a legjobb, hogyha bárkit el lehetne ismerni egyháznak, viszont ugye, hogyha mindegyiket elismernénk egyháznak, hát van néhány száz, amelyikek egyházzá alakultak, leginkább az 1%-ok miatt, akkor mindegyiknek kéne hitelti támogatást adni, hát abba tönkre mennénk, úgyhogy ne adjunk senkinek hitelti támogatást, miért is adnánk? Szerintem az egy teljesen abszurd helyzet, hogy minden állampolgár adójából fizetünk az egyháznak hitelti támogatást, tehát gyakorlatilag egy református adózó, vagy akár egy ateista adózó, az most finanszírozza a katolikus misét, mert erre adja a hitelti támogatást az állam, amivel tehát nem támogat semmilyen karitatív vagy egyéb ilyen munkát, hanem arra adja a pénzt, hogy legyen misebor, meg oltárterítő. Miért nem a hívek tartják el az egyházat? Hiszen úgy volna korrekt, és egyébként meg az egyháznál is, tehát ez az egyház is szembe megy tulajdonképpen a bibliai tanítással, hiszen abban benne, hogy add meg
az Istennek, ami az Istené, és a császárnak, ami a császárját, most adnak a köztársaságnak, ami a köztársaságé. Tehát az egyháznak jelenleg jelentős adómentessége is vannak. Nem kell fizetnie gépjárműadót az egyházi gépjárműért az egyháznak. Miért? Miért járjanak ilyen előjogok az egyháznak, amikor egyébként a kereszténység az elméletileg az alázattal van összhangban, és nem pedig a privilégiumokkal. Tehát a DK az nem egyház ellenes, hanem privilégium ellenes. Tehát ezek teljesen normális dolgok, de attól még nem rombolnánk templomot, vagy ilyesmi. Tehát nem ilyen... ez nagyszerű mondat. Nem vérkommunista, csekista csapatok vannak, amelyek alig várják, hogy beszabaduljanak, és így feljújtsanak minden. Nem Gyurcsány fiúk várakoznak most itt bőrkabátban és bőrsapkában, hogy most aztán berontsanak a templomot. Nem, hanem arról van szó egyszerűen, hogy viselje az egyház is azokat a terheket, amiket mindenki visel, fizesse a gépjárműadót, az egyháznak a gazdasági vállalkozásai ugyanolyan számviteli törvény, vagy lehet, hogy most nem jó törvényt mondtam, de ugyanolyan számviteli szabályok alá tartozzanak, mint a rendes vállalkozások, mert most ilyen előjogaik is vannak, tehát teljesen elvárható szerintem, hogy a szolgáló egyház a szolgáljon, és ne feszkedjen privilégiumokkal. Tisztelt a kivételnek, tehát nem azt mondom, hogy az egyház pöffeszkedik, de a lehetőséges legyen meg rá, hogy az adófizetők pénzéből ilyesmire költsön. Az pedig, hogy és az is cél egyébként, ugye, hogy a világnézetileg semleges oktatásban részesülhessen mindegyik diák, az nem egy normális dolog, hogy kötelező hit és erkölcstan van, ráadásul az erkölcstan meg érdekes erkölcstan tankönyvek alapján, és ráadásul írásban kell nyilatkozni, hogy ki akar hit és ki akar elkölcstant, ami ugye aggályos így az állami világnézeti semlegességének szempontjából is, mert ha valaki nyilatkozik, hogy ő elkölcstant akar tanítatni a gyerekének és nem hittant, akkor már lehet feltételezni, hogy egy istentelen pogány, és akkor nem kap munkát itt meg ott, hogyha tudják róla, nem kizárt. És hát abban a világban, ahol a papok szószékről megmondják, hogy kire kell szavazni, szerintem ez így egy nem abszurd elképzelés, bár kicsit hajmeresztő, és ugyanúgy a nagyon végső eset kategóriába kell sorolni, mint amit mondtál a bankbetétek államosításáról. Tehát lehet, de akkor is egy nyomás a szülőkre, ezt a nyomást meg kell szüntetni, és lehessen önként vagy hittan tanítani a kötelező óraszámon kívül. Az a helyzet, mint ahogy eddig is lehetett, bocsáss meg, tehát én igen. Úgy emlékszem, hogy a lehetőség meg volt bármelyik szocialista, liberális kormány alatt, ugye? Tehát nem volt ilyen. Bármikor oda mehet egy pap, és kikérhet egy osztálytámat, és egy időpontban taníthat hittant. De nem kell, hogy része legyen az alaptantervnek, és ne folyjon vallásos agymosás állami pénzen. Mert egyébként meg az egyház... Tehát az állam ad pénzt az egyháznak az iskola fenntartása, plusz még az egyház beleteszi a saját pénzét az iskolákba, aminek következtében egy egyházi iskola sokkal több forráshoz jut, mint egy önkormányzati kézben levő iskola, vagy éppen egy Klebersberg kézben levő iskola, amit egyébként szintén meg kell szüntetni, és adjuk vissza az iskolákat az önkormányzatoknak lehetőleg. Nem vehetjük el most az egyháztól az iskolát, amit megkaptak, de valószínűleg, hogyha ugyanazok a szabályok lesznek érvényesek rájuk, mint a többiekre is, és például nem kapnak több fejpénzt az egyházi iskolák, mint a önkormányzatiak, mert most az van, akkor valószínűleg önként vissza fogják adni, mert nem fogja annyira megérni nekik. Tehát emiatt még annyira sem volnánk erőszakosak, hogy erőszakkal elvegyük az egyházaktól az iskolákat, de úgy is vissza fogják adni, hogyha egyenlő pályákon indulnak az önkormányzattal, mert az úgy már nem jó üzlet nekik. Tehát arról van szó, hogy a világnézetileg semleges oktatást biztosítsuk mindenkinek, az egyházak tekintetében pedig mindenki legyen egyenlő, ne legyen előjuga se az egyháznak az állampolgárokkal szemben, se az egyik egyháznak a másik egyházzal szemben, hiszen most erről is van szó, ugye ezért kellett gyűjteni a belépőket a metodista egyházba, hogy meglegyen a kellő mennyiségű tag, hogy megkapja azt a kegyet,
hogy egyháznak elismerjék, és lehessen nekik felajánlani adó 1%-okat. Csak kiegészítésként szeretném mondani neked, bár ezt úgyis tudod, de a kedves nézők talán annyira nem hallották. A Iványi Gábor a jellegzetes figura egyébként, hogyha az ő esetében használhatom ezt a kifejezést, ő az a melközépig érő fehér szakállas korú ember egyébként, igen, télapószerű, nagyon jó. Ő már a 70-es évek derekától egy fa alatt celebrált, nem tudom milyen kifejezés van náluk egyébként a metodista egyházban, de minden esetre istentiszteletet mutatott be, hangsúlyozom, szabad ég alatt, egy fa alatt tartotta ezeket az istentiszteleteket. Teljesen egyetértünk azzal, amit mondtál, és köszönöm szépen ezzel a vatikáni szerződésnek a kibontásával, egészen máshogy látszik már így a dolog. Ez még nem jelenti azt egyébként, hogy az elkövetkező időkben nem fog erre sortűz zúdulni. Másik téma, Kopány, mi lesz a nyugdíjakkal? Miniszterelnök úr, volt miniszterelnök úr, bocsánat, inkább a pontosítás kedvéért, egy szintén egy meredek dolgot mondott a nyugdíjakkal kapcsolatban, amelyet éppen, ha jól emlékszem, a tegnap előtt napon mindegy, de pontosított egy újabb nyilatkozattal, de ez a bárki, bármikor, amikor úgy dönt, nyugdíjba vonulhat. Ugye ez a kirúgó felosztó nyugdíj ellátó rendszerben ez talán némi nehézséget okozna. Mi a véleményed erről? Hát emellé jön még ugye az egyéni nyugdíjszámla. Tehát ugye mindenkinél nyomon követik, hogy mennyit dolgozott. Hogy mennyit fizetett, és személy szerint mennyit fizetett be. Tehát igen, ez egy fontos része, mert egyelőre ebből csak ígéret van. Igen, egyelőre ebből ígéret van. Tehát ez egy fontos része a dolgnak, hiszen valóban, hogyha mindenki elmenne hirtelen 40 évesen nyugdíjba, akkor az úgy... Nekem ez egy nagyon szimpatikus dolog egyébként, el kell, hogy mondjam, mert másra sem vágyam, csak hogy nyugdíjas legyek már végre, de hát amire oda kérnék, akkor nem, a 70 év lesz. Jaj, csak úgy egyszer végre sikerülne már kiolvasnom mindazokat a könyveket, amiket arra tettem félre, hogy nyugdíjas koromban fogom kiolvasni. 5 évig kiolvasod, de aztán még jön néhány év. Á, figyelj, amíg... okopány, most kiegyezünk, jó? Na, mától 5 év, jó? Rendben, hagyjuk ezt. Hát nyugalom, és aztán... Na, hagyjuk ezt, ez nem érdekes. Igen. Tehát, ott tartottunk, hogy a nyugdíj, igen, tehát, és egyéni számlákon vezetett. Igen, és aki hamar megy nyugdíjba, az tehát kap egy információt az állampolgár, ugye az államtól, hogy te most Kovács Zoltán, bocsánat, Kovács Zoltánoktól van X összeg eddigi befizetésed, és ha most elmegy nyugdíjba, akkor ennyi nyugdíjra számíthatsz, ugye? Igen. És akkor ennyi. Hát, ha valaki hamar megy nyugdíjba, és hamar hogy mondjam szépen, hogy kivonja magát a termelésből. Tehát hamar... Nyugállományba vonul. Igen, szebbet el nem tudok mondani. Egyébként igen, jól megértemelt pihenését tölti. Az arany öregkort próbálja megélvezni. Tehát és ugye minél jobban megérdemli, annál többet kap a nyugdíjként. Tehát ez egy teljesen szerintem... De mi lesz, Kopány, nekem az a lényeg, hogy mi lesz azokkal az emberekkel, és ezt végül is a tegnap a miniszterelnök úr világosan elmondta. Tehát itt ahonnan kivonulnak a munkavállalók, mint nyugdíjasok, ilyen idő előtti nyugdíjasok, a helyükre belépnek újak, akik majd fizetnek ismét járulékot, tehát munkahelyek nem szűnnek meg azáltal, hogy valaki nyugdíjba ment, hanem belépnek más fizetők, akik továbbra is fenntartják ezt a bizonyos kirogó beszedő, vagy nem tudom milyen csúnya nevű rendszert. Tehát ez így működhetne elméletileg. Nem mondjuk egyébként már kevésbé lenne felosztó kirogó rendszer, hiszen a befizetés, tehát így az lenne a cél, hogy minél több befizetés alapján. Tehát ugye igen, de akkor is kérlek, az én problémám az, hogy akkor is lenne most az átmeneti időszakában egy réteg lenne, aki végül is, akinek nincs személyre szabott egyéni számlája, akinek már nem tudják kimutatni, hogy ő mennyit fizetett be összesen, vagy lehet, hogy ki tudják mutatni, és azt mondják, hogy kérem szépen, igaz, hogy ő csak 10.000 forintot fizetett be, hülyeséget mondtam, de mégis most a nyugdíja 80.000 forint, ez is egy légből kapott összeg, tehát a kettő nem fedi egymást. Úgyhogy ezt az átmeneti, átfedési időszakot úgy érzem, hogy még talán át kellene gondolni, nem mint hogyha én innen ettől az asztaltól egy politikusnak, vagy pedig egy volt miniszterelnöknek tanácsot kellene adnunk, de azt hiszem, hogy át kellene még gondolni ezt némely részében. Hát ott kezdődik a dolog, hogy átmeneti állapot az mindenképpen lesz, ahogy ugye a 3000 milliárd forintos összegyűjtött nyugdíj, vagy egy átmeneti helyzet lett volna. Hát, ugye... Szerintem tudjátok azért azt, hogy keresztet hogy kell vetni, most erre az összegre nyugodtan lehet vetni. Na,
igen, arra lehet. Igen. Már ki van, tehát kimutatták, hogy vettünk belőle Morrészvényt. Ja, igen, pontosan. Igen, 541 milliárd forintért, ami állítólag nem is ért annyit. Na, így mondott egy magyar úr. Hát igen, más pénzén. Igen. Tehát, jó. És nem is úr. Szóval az ezt nincs helyzet... jogom megítélni. Na igen. Hát szerintem, ahogy Orbán Viktor viselkedik, úgy úriember, nem? Tehát ezért rendben az úr megszólítás... Ezért vagy te politikus, én pedig ezért vagyok kérdező. Igen. Tehát, szóval ott tartottunk, hogy... A nyugdíjaknál tartottunk. Igen, több pilléres rendszer volt, ugye, mielőtt még szétbombázta volna a Fidesz, hogy megvédje. Szóval az is egy átmeneti állapot lett volna, és ez egy hosszú távú dolog. Ahogy például, tehát ez egy nagyon hosszú társadalom átalakító munka, amiben bele kéne vágni, és már 20 évesek... Óriási jelentősége van, teljesen igazad van. Igen. Igaz. Tehát nem tudom, a Kozmosz nevű zenekart ismered-e? Van az Okosak Földjén című számuk. Hallottam már róla. Az egy nagyon jó... Franky viszont természetesen számokat tudna idézni tőlük, és minden más, de hát hiába ő meg profi. Tehát ők megéneklik, hogy volt egy lépcsőnk, de eltemettük, és ugyanazon újra és újra. Igen, Franky bólogat, rendben van. Igen? Igen. Tehát az helyzet, hogy mindig, ez is benne van egyébként, hogy valamelyik párt belevág egy ilyen hosszú projektbe, aztán jön a másik és eltörli, mert az a helyzet, hogy ezek a hosszú projektek, ezek kényelmetlenek, mint ahogy a vizitdíj is, meg a kórházi napi díj is, az is, az volt jelentős részben a szerepe, hogy az állampolgárokban őket hozzászoktassa ahhoz, hogy a kórházi ellátást, az egészségügy, az nincsen ingyen. Semmi nincsen ingyen, mert hiszen valakinek fizetnie kell az orvosokat, és az az érdekes, hogy egyszerre mondják emberek, hogy jár az ingyen egészségügy, és nem akarnak fizetni, és egyszerre panaszkodnak, hogy le vannak pusztulva a kórházak, és mennek el az orvosok külföldre. És fizetnek paraszolvenciát, mit tegyük hozzá a magyar dokumentes pénzt. Miközben egyébként bevezették a vizitdíjat, és mérhetően csökkent a hálapénznek a mértéke. És tehát ez is egy ilyen dolog, hogy ez itt egy átmeneti helyzet. Az embereket generációkon keresztül, mert tehát az aktuális generációt már nem igazán lehet hogy mondjam, nevelni, vagy rászoktatni erre arra. Abban bízhatunk, hogy a következő generáció az sikeresebb lesz, és majd náluk alapvető lesz az a szemlélet, ami Nyugat-Európában már megvan, hogy megtakarítunk három számlára, nyugdíjra, gyerek oktatására, ami mondjuk ott viszont azért az állam szerintem besegíthet többet is, hiszen ez egy közérdek. Meg és arra, az egészségre. Hogy, és az egészségre, igen. De tehát az a helyzet, hogy nem lehet egyből az egészet fizetőssé tenni, és nem lehet egyből megfizettetni mindenkivel azt a szolgáltatást, amit igénybe vesz, mert nincsen akkor a teherbíróképessége a magyar polgároknak. Ezért fokozatosan előbb ugye csak egy vizitdíjjal érzékeltetjük, hogy ez fizetős, és aztán majd később lehet ezt átalakítani. Csak az a helyzet, hogy közben megjönnek a demagógok, akik azt mondják, hogy de nem kell fizetni, és megoldjuk azt máshogy. És van erre egy igény, ugye? Tehát sokan vannak olyanok, akik visszakívánják azokat az időket, amikor ingyen volt az egészségügy, és nem észlelte az ember, hogy az hitelből volt, és nem volt fenntartható, és azért is omlott össze, mert úgy tűnik, hogy az ingyen volt, és ez is egy fontos, és ezért egyébként visszavezet ez az oktatáshoz, ezért lenne inkább fontos, hogy állampolgári és alapvető pénzügyi ismereteket oktassunk erkölcstan helyett, vagy éppen mellett, akár mellett, de így igaz. Meg a... De kettő jelentősen összefügg. Az erkölcstan, amit a Fidesz tanítatna, az nem biztos. De a gazdasági tevékenységet is csak erkölcsösen lehet csinálni hosszú távon. Higgyél nekem, Koppen, csak erkölcsösen az igaz. Lehet csinálni. De az is fontos egyébként, hogy ezt, és akkor ezt még azt is bele kell venni a fiatalokba, hogy ne irigykedjenek a mások sikerére, és ne az legyen az első reakció, hogyha meglátunk egy szép autót, hogy biztos összelopta rá a pénzt. Hát jelen pillanatban inkább valószínű, hogy ez az első reakció, de hosszú távon neked van igazad. Hát hosszú távon beszélünk. Hanem inkább az lenne, hogy előttem van ez a példa, és akkor a lehetőség, és még egy nagyon fontosat, a lehetőségem is legyen meg, persze, hogy ezt valamikor leszerezzem. És egyébként ezért is vagyok a DK-ban, visszatérve a nagyon az elejéhez, mert ezt nem tudtam elmondani, mert a Demokratikus Koalíció az erről szól, hogy egy ilyen tulajdonképpen az a cél,
hogy alattvalók helyett állampolgárok legyenek Magyarországon, egy európai, modern, fejlett, sikeres ország legyünk, és tudjuk erről, hogy ez egy évtizedes munka, és hát Kétli Anna mondta anno a, még a... Szociáldemokrata politikusról van szó. Igen. Igen. És ő még a, szerintem Horthy-féle rendszerben, a Nemzetgyűlésben, akkor még úgy hitták, ott mondta ezt a példát, hogy van ez a vicca, elmegy a vendég, vagy szóval elmegy a külföldi Skóciában egy birtokra, és látja, hogy gyönyörű, szép zöld a gyep, és akkor megkérdezi, hogy mi a titkos módszer, és mondja a gyepnek a tulajdonos, hogy semmi titkos módszer nincsen, rendszeresen kell öntözni és nyírni, és akkor ilyen szép lesz, igen, 100 év múlva, igen. Tehát rendszeresen kell ezeket az átalakításokat folyamatosan fenntartva egyre jobban átalakítani. Közben egyébként a következő generációknak meg már úgy kell kijönnie az iskolákból, hogy felkészültek az életre, és nem digitális analfabéták, tudják kezelni a számítógépet. Egyébként ez is benne van ebben a 16 pontban, hogy mindegyik iskolapadon legyen számítógép, és ez egyébként nem elrugaszkodott a valóságtól, mivel erre vannak EU-s pénzek ráadásul. Az is benne van, hogy és akkor majd, hogyha ez a munka sikeres, akkor 100 év múlva egy sikeres nyugat-európai, nyugatos Magyarország lehet, amelyikben nem szégyen a vagyon, meg amelyikben nem rekesztünk ki másokat azért, mert éppen már más az ízlésük valamiben. És azáltal, hogy toleráns és sokszínű lesz Magyarország, azáltal lesz gazdag is. De ez egy nagyon hosszú munka, és azért is nem mondtam a vékát, mert ettől a hosszú munkától nem fél, és nem fél belevágni, és nem fél azt mondani, hogy meg kell csinálni, mert vagy ez van, vagy pedig a sztyeppéken mehetünk vissza Ázsiába, ahogy azt Ady Endre megírta, vagy tehát az alternatíva az Azerbajdzsán, vagy éppen Örményország, ahol ugye a melyik ország azoknak a hazautalásából él meg, akik kimentek külföldre. Ugyanakkor, kompány, és nem cínikus akarok lenni, ugyanakkor a kockázat is sokkal kisebb, mert a 100 éves programot nehezebb természetesen számon kérni. Ez természetesen hasonló humor akart lenni, mint a Skót példa, úgyhogy ez természetesen nem volt nekem megtesszük. Komoly, világos. Az első lépéseket megtesszük, és azokat számon lehet kérni. Kompány, egyetértünk ebben, biztos vagyok benne. Egy új témát szeretnék még veled, és azt hiszem, hogy Franki barátomra nézek, azt hiszem, hogy talán az utolsó témakör környékén kezdünk járni, sajnos ugye az időnk az mindig véges, bár nagyon élvezetes beszélgetni veled. Szeretném megkérdezni a DK-nak, és azon belül természetesen kikerülhetetlen, hogy ez a kérdés személyre szóló, és én nagyon kíváncsi vagyok személy szerint erre. Magyarországot érte egy trauma az elmúlt században, amely nagyon kevés országot ért. Ez pedig a Trianon traumája, az egyharmad rész területére csökkent ország, a történelmi részek elvesztése, stb. Az okokra nem most vagyunk hivatottak ezt megvitatni, nem is fogjuk. De én nagyon kíváncsi vagyok, és erre egyébként, és ezt szerettem volna megkérdezni még, és ezért szerettem volna megkérdezni még tőled, ma pártok, politikai palettán szereplő pártok építenek, hát program nélküli jövőképet. Én szeretném azt tudni, különösen azért, mert ugye a 2004-es, segítsetek, mikor volt 2004. december 5-én, ugye? A népszavazás, igen, ez a bizonyos önnépszavazás, de igen, 2004. december 5-én sajnos. Amikor ugye a kettős állam, nem is a kettős állampolgárság, a magyar állampolgárság megadásáról volt szó a külhoni magyar testvéreinknek. Mi ezzel kapcsolatban a DK jövőképe, és ezen belül nagyon kíváncsi lennék, Kopánya, te személyes véleményedre is. Hát ugye, akkor most én itt szeretnék egyébként a nézőnek mondani valamit, annak a nézőnek, aki szerint a szavazatjog az jár a határon túli magyaroknak, hogyha én oda mennék, nem is mennék oda, távolról levélben megírnám, hogy holnap vacsorára paprikás csirke legyen, nem elkülden a francba. Mit beszélek én bele abba, hogy akár a szomszédom, akár egy másik városban lakó ember mit csináljon estére vacsorára? Hasonló a helyzet a határon túli magyarok szavazataival is. Én nem mondom meg, hogy Székelyföldön milyen legyen az adó, meg hogy mit építsenek, akkor
legyenek szívesek a székelyföldiek sem megmondani. Bocsáss meg, sántít a példa. Tehát azért sántít a példa, mert hogyha azt mondod, hogy te nem mondod meg, hogy havasalföldi mócok mondjuk éppen kit választanak és hogyan osszák el az adót, akkor igen, mert történelmileg nincsen semmi közünk hozzájuk. De nekünk történelmileg közünk van hozzájuk. Hát nekem is közöm van a szomszédokhoz történelmileg. Bocsánat, tehát de én most a hasonlatot félretéve én az emberekről beszélek, akik ott élnek. Tehát valamilyen módon történelmileg ők magyarok. Tehát ha független attól most, hogy ideiglenesen vagy hosszabb távon, vagy rövidebb távon, de teljesen mindegy, hogy hogyan, de ők most egy másik ország állampolgárai. Ez tagadhatatlan. Ez egy ex-ex állapot, tehát jogilag ez így van, de jóra nem tudunk velük mit kezdeni. Ugyanakkor mégsem szabad elfelejtenünk, hogy ők magyar emberek. Csak éppen a határainktól, csak egy számot mondok, de 500 kilométerre van mondjuk ez a Székely tömb, ahol például Mezitúrnak a testvértelepülései vannak, és ahol hidd el, hogy nagyon-nagyon nagyszerű és nagyon tisztességes emberekkel találkozunk. Természetesen. Tehát valamit kell nekünk, valami felelősséget kell vállalnunk. Tisztességes értük. Emberek, hát nekem onnan van valahonnan az övem, amit most viselek. Hála Isten. 4-5 éve viselem, és még mindig nagyon jó. Tehát sokáig fogja bírni, hidd el, nem csinálnak fél munkát. Igen, tehát egyetlen bőröm, ami kibírta ilyen sokáig. Tehát személyesen is van okom arra, sokak szerint nézz az arcomra, ez már 56 éves arc, és bírja még a bőr. Na jó, ez csak vicc volt. Ha mondjuk van, aki meg 3 év alatt is mennyi mindent kell kibírni a bőrének, tehát hát igen. Az arcbőr az egyik az a legstrapavíróbb. Igen. Az a helyzet, hogy szerintem az összetartozás az nem függ a szavazati jogtól. Az állampolgárság az egy jogi kérdés. Nem is azt mondom, hogy az állampolgárság, a szavazati jog az egy jogi kérdés, az arról szól, hogy hogyan éljük az életünket. De a kulturális összetartozás az meg nem arról szól, az arról szól, hogy mi egymáshoz hogyan viszonyulunk. És ennek következtében még azt is mondom, hogy az állampolgárságtól ávóvó nem zárkózom el, meg a DK sem, hogyha az nem jár szavazati joggal egyszerűen azért, mert az itteni ügyeket ne azok határozzák meg, akik ne itt élnek, nem itt élnek, mint ahogy mi se akarjuk megmondani a máramarosi polgármesternek a személyét, ők se akarják megmondani a Magyar Köztársaság, mert most így mondom, tehát a közjogi verziót mondom, ami egyébként már nem így van. Hát Magyarország. Igen, de szóval majd lesz ez még máshogy is. Igen. Szóval én is ettől félek. Én optimista vagyok, tehát. Ez rendben. Bódi János megénekelt, hogy lesz a Magyar Köztársaság. Örülök neki, hogy tudtad, hogy mire gondolok. Igen. Az a helyzet, hogy az meg egy ilyen... Azt mondta nekem valaki, hogy jaj, ne legyek már ilyen materialista. De ez egy materiális kérdés, hogy milyen magas legyen Magyarországon az adó, mert a kormányok ezt határozzák meg, azt ne azok mondják meg, akik egyébként Romániában adóznak. És tehát az egy alapelv, hogy az legyen részt a döntések meghozásában, akire ez annak hatása van. És edenyésző mértékben van rájuk hatással a magyarországi parlament összetétele. A DK egyébként meg, tehát ezzel nem magyar ellenes, meg nem szétszakítani akarjuk a közösséget, sőt, éppen, hogy inkább összekovácsolnánk, hiszen, hogyha... Ezek a fontos mondatok, Koppány. Igen, hogyha a határon túl, tehát a kárpát-medencei magyaroknak a szavazatnak lesz a következménye egyszer egy kormány, hogy például pont azon a 2-3 mandátumon múlik a kormány többség, és a határon túli szavazatok miatt lesz más a kormány, mint amit az itteni magyarok akarnak, akkor az eléggé megterhelni a magyar-magyar kapcsolatokat. Éppen ezért az segíteni a magyar kapcsolatokat, hogyha a magyar kormány kormányzattól függetlenül, tehát pártól függetlenül mindegyik magyar kormány amellett lenne, hogy ott helyben az autonómiát minél nagyobb mértékben elérje mindegyik közösségnél, és a demokratikus koalíció mellett. Kulturális vagy területi autonómiában gondolkodtok? Erről nagyon fontos, mert ugye a területi autonómiát attól fázik igazán a román állam. Tehát ő hallani sem akar erről.
bizonyos fokú kulturális autonómiát mindig élvezett úgy Székelyföld, mint akár a délvidék, vagy felvidék, bármelyik rész is. De területi autonómiáról hallani sem akar egyik szomszédos állam sem. Hiszen úgy gondolja, hogy ez előszobája az újabb... Leszakadásnak. Igen, pontosan ezeknek a területek leszakadásának. Nem tudom. Hát ha lehet garanciát adni arra, hogy nem az előszobája a leszakadásnak, hát hova szakadna Székelyföld? Hát ott van. Egy Európai Unióban. Hova szakadna föl? Tehát ráadásul ez az egész kettős állampolgárság téma egy idő után annyira okafogyottá fog válni, hiszen hogyha megvalósul az Európai Egyesült Államok, amifelé haladunk, és ami egy jó dolog, és ami mellett a DK kiáll, akkor teljesen értelmetlen lesz az egész, hiszen nem lesznek határok Magyarország és Románia között, tehát szabadon járhatunk ide-oda. De ez már csak percek kérdése történelmileg. Igen, arról nem is beszél. Egyébként az egyik polgármester, akivel egyszer beszéltem, elmondta, hogy járt egy német városban, ahol ki volt írva egy pályázat éppen polgármesterre, hogy ki akart polgármesternek indulni, és az volt a pályázatban a feltétel, hogy Deutsch oder Eurobürger. Tehát bármelyik Európai német polgár? Vagy európai polgár. Ja, igen. Tehát akár én is lehetnék polgármester Németországban, hogyha az ottani polgárok megválasztanának engem. Mm. Hogyha pedig ez bekövetkezik, akkor meg teljesen mindegy lesz, hogy az most egy ilyen milyen közigazgatási forma. Ráadásul arra nem is beszél, hogy a szubszidiaritás elve alapján... Igen, ez minél kellene, tehát minél közelebb a döntéshozatal a helyszínhez. Igen, ez a felhasználáshoz. Egyébként én is amellett vagyok, ezt nem tudom itt az elmúlt másfél órában kiemelni, hogy ráadásul amellett is vagyok, hogy ne legyen ekkora centralizáció, amit a Fidesz elvégzett, hanem az önkormányzatoknak minél több jogköre és minél több forrása legyen. Hogyha ez érvényesül, akkor pláne teljesen mindegy lesz, hogy ki éppen a miniszterelnök itt vagy ott vagy amott, mert úgyis a helyi ügyeket helyben döntik el. És azt szeretnénk, hogyha a helyi ügyeket helyben lehetne eldönteni a székelyeknek is, meg a nem székelyeknek is. És ez a következetes és korrekt hozzáállás, ráadásul ez a kettős állampolgárság, emellett egyébként egy teljesen emocionális hisztériakeltés, aminek jó, tehát az a baj, hogy ebből politikai tőkét akarnak kovácsolni, és most gyakorlatilag a Fidesz az a Kárpát-medencei magyarokat eszközként akarja felhasználni. És nem tudom, hogy ők hogy vannak vele, de én nem szeretem, hogyha eszközként vagyok felhasználva. Pláne nem, hogyha egyébként azt mondják, hogy ez egyébként értem van. És egyébként meg a másik dolog, hogy fáznak a ottani kormányok a területi autonómiától, de azt se szeretik éppenséggel, amikor az egyik állam egy oldalon megadja a kettős állampolgárságot az ő állampolgáriknak. Tehát ezzel a dologgal csak magunk ellen hergeljük az ottani kormányokat, ami pedig nem sokat segít az ügyben. Tehát az a helyzet, hogy azt mondják egyesek, hogy csapjunk már végre az asztalra velük szemben, csak mi hova csapunk. Tehát akárhova csapunk az asztalra, az a végén az ottani magyaroknak a hátán csattan. Nagyon és nekünk meg nincsen olyan... Volt, Koppány, nagyon ügyes vagy, ezt köszönöm szépen, ezt le a kalappal, ezt nagyon köszönöm, ez nagyon fontos volt. Tehát ezt nagyon kevesen tudják az itteni, bocsánat, én nem tudom csak ilyen bérmagyaroknak hívni őket, némely embereket, akik csak azért, hogy balhézzanak, én most csak rájuk gondolok, hogy minden egyes ilyen meggondolatlan kimondott szó az valahol, valamikor, az ottaniak, az ottani embereknek a fejére száll vissza. A következetes itt ebben a stúdióban már ezt nagyon sokszor elmondtuk, még nem hallották meg, akinek meg kellene hallania. A következetes és kemény politika, amit kell folytatni egyébként, a következetes és szilárd és elszánt politika, az nem azt a csapkodást és vörösfejű hisztizést jelent. És az a helyzet, hogy egyébként szerintem azzal például, hogy meghívta Viktor Pontát, a rendezvényre a Mesterházi Attila sokkal többet tett az ottani magyarok érdekében, mint amit az elmúlt 3 év falvédő romantikájával, vagy bármilyen hisztérekeltésével elért a Fidesz. Mert az a helyzet, hogy azt ne felejtsük, hogy a románoknál, meg a szlovákoknál, azt akárhogy is szépítenénk, az egy zsarolási potenciál, hogy ott vannak a magyarok, és bármikor tudja őket bántani. Mi meg nem tudunk visszabántani helyi románokat, tehát az a helyzet, hogy itt bizonyos értelemben nekünk szűkebb a mozgástörünk, és hogyha felelősen akarunk ehhez a kérdéshez közelíteni, és nem akarunk belpolitikai okokból kiszúrni az ottani közösséggel,
van bennünk egy ilyen erkölcsi gát, amit úgy látom nincs meg a Fideszben, akkor bizony igyekszünk jobban lenni a mindenkori román kormánnyal, ami egyébként alapból is egy hasznos dolog, hiszen egy integrációnak a tagjai vagyunk, és jó lenne, hogyha nem 100 éves sérelmeket dédelgetnénk, hanem megpróbálnánk együtt dolgozni azon, hogy mindkettőnknek jobb legyen, mert a végén mindig az volt az. Haj, Bendegúz, ilyen fiatal embertől még nem hallottam így, hogy 100 éves régi sérelmeket dédelgetni, de ez nem sértő szándékkal volt, csak engem per pillanat bevágott ez a szemléleted, de ez nem jelenti azt, hogy ez helytelen. Ez teljesen mindegy. Ez másabbra tartozik. Kopány, én nagyon-nagyon örülök, hogy találkoztunk. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy időt szakítottál, hogy műsorunkban tudjunk beszélgetni. Én köszönöm, hogy köszönöm szépen a kedves nézők és a rádió hallgatók nevében, hogy beszélgethettünk. Én azt kell, hogy kívánjam neked, hogy nagyon furcsa lesz ez a kívánatom egyébként, mert személyesen jobban szeretném azt, hogyha nem lennél igazán képviselőjelölt, tehát magyarul az, amit legelején beszéltünk, ez a bizonyos megegyezés, ez létrejönne, de amennyiben nem jön létre, én kívánok neked sok sikert. Az élethez, ami még előtted áll, és nagyon hosszú, és boldog és sikeres életet kívánok. Azért jó, magam is a kedves lehetek én is közös képviselőjelölt. Hogy a csodába is parancsolj? Lehetek én is közös képviselőjelölt. Hát ez nem törvényszerű. Jaj, hogy én erről meg el is feledkeztem erről a lehetőségről, bocsáss meg. Annak kell lenni, akivel nyerni tudunk. Így igaz, pontosan. Úgyhogy bízom benne, hogy ezt majd el tudjátok dönteni, és akkor kialakul majd valami. Jó? Tehát minden jókat kívánok neked. Természetesen az utolsó szó jogán elköszönöm ezt természetesen a nézőktől. Köszönöm szépen. Köszönöm a jó kívánságot, én meg kívánom neked is, meg egyébként a nézőknek is, hogy akármi lesz az összefogással, abból önök meg ti profitáljatok. Hát igen, az lenne a legfontosabb. Köszönöm igen, a jó kívánságot. Ez igazán jó kívánság volt. Köszönjük kellemes szépen. Kellemes ünnepeket, új évet. Köszönjük szépen. Kedves Franki, nagyon szépen kérlek, segíts nekem. Így van, mi is köszönjük szépen a figyelmet, mondom az elérhetőségeinket, ahol lehet nekünk írni, 33 11 24 24, ez a nem emeldias SMS számunk, radiokukacmezőtur.com, ptvkukacmezőtur.com, illetve a Facebookon lehet természetesen továbbra is velünk kapcsolatban maradni. Nézzük meg, hallgassák meg ismétlésünket a jól megszokott oldalakon, ezeket meg is lehet találni. Szép napot kívánunk mindenkinek, tartsanak továbbra is a Pont Rádióban, viszontlátásra, viszonthallásra. Köszönjük szépen. Viszontlátásra, hallásra.